Akkor sok szeretettel üdvözlök mindenkit, azért bemutatom ismét a videó résztvevőit. Most ez a mai nappal úgy sikerült összejönnünk, hogy többen csak felvételről nézik. Igazoltan távol, ugye holnap lett volna még kettő gyerekkel, meg egy felnőttel többnek jó, de hát ugye igazából mi Attilához alkalmazkodunk, mert Attila itt a lényeg, tehát az ő tapasztalatait akarjuk egy kicsit eltanulni, ellesni, mint kisfoli és öregdiák. Tehát akkor bemutatom nektek dr. Benkő Attila programozót. És mi a teljes címed neked, a titulusod? Senior programozó, ugye? Sziasztok! Én úgy láttam az Hát önéletrajzodban. igazából tudományos fokozatom, a tudományos fokozatom az az informatika tudományok doktora, tehát a vállalaton belül pedig a senior szoftverfejlesztő vagyok. Senior Software Developer. Tehát seniornak is szokták mondani, de azt én igazából ezt nem szeretem, ezt a Mennyit szót, használod nagyon az furcsa, angolt a munkás során? de hát senior, igen. Tehát neked mennyire elkötődik az angol írásbeliséghez, Hát szóbeliséghez? azt kell, hogy mondjam, hogy aki multinacionális cégnél szeretne dolgozni, mindenképpen javasolt legalább egy középfokú angol nyelvvizsga. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentkezők javarészének van legalább középfokú angol nyelvvizsgája, ezért nem árt még egy nyelvvizsgát beszerezni. Hát az én tapasztalatom alapján egy német alapfokú még nem árt, hogy az ember hogy ki is tűnjön a jelentkezők közül, és akkor már nyelvvizsga szempontjából akkor már Jó, de tudnak is, esélyesebb beszélnek is azok, a akik viszik a bejutásra. nyelvvizsga papírt? Beszélni is tudnak, tehát ők foly... Hát ez úgy történik, nem kérik a papírt, hanem Elbeszélgetés van. tulajdonképpen úgy szokott lenni, hogy magyarul van egy beszélgetés, és akkor utána átváltanak először angolra, utána pedig németre, és hát azért Ez szép. 3-4 kérdés után azért erőszakolnak kialakul egy elképzelés arról, hogy milyen szinten van a nyelvészeti szempontból a jelentkező. Igen, hát nálunk is most az a megcélzott, hogy emelt angol, közép, német, tehát ez legyen azért a sokak kimenete. És az angol közép az meg a nagy többség kimenete. Ilyen szempontból különben András tudom neked mondani, de most Szab Gergő nincs itt, múltkor velünk volt, hogy ő vele volt, hogy buszutat beszéltem végig, tehát azért tizedikre szoktak úgy beszélni nálunk a nyelvisek, hogy teljesen folyékonyan végigbeszélget egy 4 órás buszutat mindenről. Tehát annyira azért jó már a kisfaldi. Hát, de én nem is vagyok nyelvis. Te nem vagy nyelvis, de te meg ugye mérnöknek készülsz, tehát neked azért viszonylag jó, tehát a videóinkat azért tudjuk angolul csinálni, de a legtöbb egyébként nekem a szakkörösöm az a nyelviből van. És mennyi a munkád része? Tehát milyen gyakran kell neked angolul kifejezned magad? Hát nézd, két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Ez egyik, hogy az általános meetingeken angolul szoktunk beszélgetni. Abban az esetben, hogyha van legalább egy külföldi kolléga a hívásban, ami jelenthet vagy német kollégát, vagy franciát, vagy éppen esetleg indiait, akkor általában angolul szoktunk beszélni. Na most azért azt kell tudni, hogy az indiaiak angolja kifejezetten nehezen szörnyű. érthető. Igen. Tehát ha valakinek gondja van az angollal, az az indiai angol, az igazi nagy kihívás. A németeknek viszont nagyon, a németek jól beszélik az angolt. Meg az olaszoké is nagyon fú. Szóval ez lenne az egyik meglátásom. Hát igen, igen. A másik meglátásom pedig az, hogy vannak, tehát azért az angolul van a legtöbb szakmai anyag, ami ahhoz kell, hogy az emberből mondjuk jó programozó legyen, hogy megnézzen külföldi oldalakon, hogy programoznak, beleássa magát, de hogyha már egy idő után specifikálódik azért a dolog, és azoknak a szakembereknek, akik mondjuk esetleg például a Siemens-en belül is ilyesmivel foglalkoznak, nekik már azért első körben általában a német kifejezések szoktak előbb beugrani, mint az angol. Sok olyan német kifejezés van, ami leginkább
nehezen fordítható lehet. Magyarra szinte egyetlen, nem esetleg angolra. Hát így lakosságtani fogalmak között találkoztam meg inkább, de maga, ami meg műszaki informatikából nagyon sok angol szó eredetiben, tehát natív angol szó van bizonyos kifejezésekre. Gondolok itt arra, hogy mondjuk például a pipeline, hogy az micsoda, hogy a stack, tehát hogy ezek inkább angolul használatosak. Igen, hát ezeken anélkül nem működik, sőt, én nekem úgy működött annó, hogy nekem azt, hogy BIOS, az én nem lehetett megtanulni, minden egyes rövidítést meg kellett, hogy tanulja kibontva. Hát úgy nem láttam értelmét, hogy bármit is. Megírtam Lajosnak, hogy lépjen Hát ki, igen, és akkor és utána meg... nagyon sok Igen? Mondjad. rövidítés is van. Nagyon sok rövidítés is van, és azért az interjú során végeznek szakmai teszteket is, nem csak multicégeknél, hanem ugye a kisebb cégeknél is, és ezeken a szakmai teszteken akkor tud átmenni a hallgató, vagy hát akkor már ugye mérnök, hogyha járatos azért azokban a fogalmakban, amiket használnak is. Az egyetemen nagyon Persze. sokféle dolgot oktatnak, abból viszonylag kevés százaléka kerül elő témaként egy felvételén, és azokat viszont kibontva, tehát részleteiben kell tudni. Az igen. Jó. És változott is maga a szakma. Régebben egyébként úgy volt, hogy kihívtak a táblához, és ott táblánál kellett. Tehát mondtak egy feladatot, hogy mondjuk akár sorbarendezési vagy keresési feladatot, és ott helyben a táblánál kellett C nyelven leprogramozni. Igen. És bele is kérdeztek ezekbe, hogy ha így csinálnád, ha úgy. De viszont úgy látom, hogy azért, hát ez volt körülbelül 10 évvel ezelőtt, azért manapság már lájtosabb, több informatika, több számítógép használatot ad igényel, és nem annyira a hard skillekre nem mennek rá, mint inkább egy kicsit a soft skillek felé irányít, tolódott el. Tehát az, hogy ha fölveszik a kollégát, az képes legyen kommunikálni, Ilyen kreativitása tudjon legyen. beszélgetni a többiek. Kreativitás, igen. Igen, mert ugye a hard skillekben ugye most már hát olyan sellek vannak, hogy hát ezek az online, az a reply-it, vagy melyik volt az online, amit Andrással szoktunk használni, hogy online lehet Pythonba programozni, és hát mindenért szól. Tehát kinyitok egy záróját, ő egyből beteszi. Kiteszek egy apostrofot, ő egyből kiteszi a végére. Tehát igazából syntax error az nagyon nehéz benne csinálni. A szemantikait lehet. Tehát, hogy nem jól raktam össze a dolgot, de alapjában a helyes írásra ő odafigyel. Tehát ezért sokat számít. Jó, akkor Ha valaki szeretne gyakorolni, akkor a HackerRank-en tud, HackerRank.com. Ezt tudom javasolni, ott vannak nagyon jó feladatok, interjúhoz gyakorolni. ezt majd írd be Megismerni. Messengerbe, majd itt, vagy itt a beszélgetés chatbe esetleg a webcímet, mert akkor az ugye megmaradt, tartós marad, a végén majd föl is vitatjuk, és videóban is marad. Na, Igen. akkor én ugye a műszerész barátomnak javasoltam, hogy lépjen ki, majd visszajövöm én egyelőre, akkor elindítom a vetítős részt, az pedig, hol kéne annak lennie? Írt valamit? Ja igen, megjött a beszélgetésben, amit mondtál. Ez itt F11 visszalemegy. És akkor hol van most a... Csak ugye nem zártam be de hát ugye nem olyan nagy probléma. Meg lehet ezt is oldani. Akkor egy újabb lakba ide, akkor újra megnyitom. Azt mondja, hogy ezt úgy kezdtük, hogy battery azért... Csak ugye ezt nem ide ebbe a csoportba tettük, hanem a robot... Az véletlenül lesz, szerintem ide készült, nem figyeltem oda. Elnézést a közjátékra, ezek szerint véletlenül nyomtam egy Ctrl V-t valahol. Mondjuk az előkészítés az lehetett volna máshol. Addig, amíg visszakeresem a PPT-t, addig visszaadom a szót, mert most meg kell keresnem, mert valamiért eltűnt. Jó, addig visszaadom a szót, mert
Most meg kell keresnem a PPT-t. Köszönöm. Hát az van, hogy ami nagyon jó, hogyha az ember ténylegesen tud programozni, tehát érdemes gyakorolni ilyen hackerrenkes feladatokat, kapunk érte pontokat is, tehát egy jó kis online felület, be lehet regisztrálni, és akkor az ember láthatja a haladását, hogy hogy fejlődik, a programozási nyelv is van, C, C++, Java, C Sharp, Linux shell-ek, probléma megoldós feladatok, úgyhogy aki ilyesmivel akar foglalkozni, annak tudom ajánlani, mert szerintem az egyik legjobb honlap erre. Jó, nem tudom, hogy látszik-e akkor a PPT-nek a szlájdjai. Látszik. Na, akkor én csak annyit szeretnék itt most Igen. ezben a részben, hogy ezt én kiadom majd a közönségnek, lehet, hogy úgy beálltam, hogy olyan négy látszódjon egyszerre, nem is fogom őket levetíteni, végigvetíteni, csak elmesélem, hogy ez a PPT, ez elindul onnan, hogy van benne infografika, ez se biztos, hogy a fiatalok mindig használják. Ugye az alapvető, ugyanaz a kép kétszer-háromszor felnagyítva az alapvető elsődleges elem, ugye, amin kisütjük és eldobjuk és tönkrement és egyszer használatos, és a másodlagos elem pedig ugye az akkumulátor, a hivatalos terminológia szerint, tudtommal. Ezt még föl lehet hajtani. És aztán utána itt az elemtörténelem dióhéjban itt a különböző nagyon ősi technológiájú elemekről először találtam ilyen szöveges leírást. Ez a dióhéjban napjainkig, és akkor mindez bővebben akkor már ugye ott lesznek benne ilyenek olvashatók, hogy Egyiptomban, ugyan, na most elnézést, ez még egy munkaverzió, ez azt jelenti, oké, ezt értem. Hogy közben Czap János írt, hogy akkor ő neki most ez mostani időpont nem jó, de hát most mi megtartjuk. A következőt, tehát ez még egy Google fordítós. Most már egyre jobb a Google fordító, de Google fordítós verzió, ahol tudtam, már magyarítottam a dolgot, de alapjába véve azért még maradhattak benne hibát, úgy nézzétek majd. Szétvettem a szövegegységet, hogy jól olvasható legyen. Igazából elindul ezektől az egészen ősi sumér, meg babiloni, nem tudják biztosan, hogy ezek egyébként nem csak tárolók, papirusztekercs tárolók voltak, valaki azt mondja, van, aki azt mondja, hogy, és hogy a papirusztekercsek miatt maradt benne sav maradvány, hogy nem volt benne ecet. Egyébként valahol ez egy kicsit olyan ukenborotvájának tűnik nekem, hogy lehetséges, hogy ez így volt. Mert azért elég régi történetről van szó, hogy akkor nem ecet volt benne, nem vasúdról volt benne, és nem. De itt a képek között talán azt megmutatom, hogy azért ilyen képek látszanak, és az meg elég durva, hogy magukon a hieroglifákon is világító testeket mutattak. Tehát, hogy sötétben tudtak vele, és ugye furcsa, mert nem találtak fákúja nyomokat se nagyon a piramisok belsejébe se. Tehát lehetséges, hogy mégis ismerték valamilyen szempontból, ha csak kultikus célra is, a lejdeni palacszerű dolgokat. Ez ugye az őszinte válasz, nem tudom, Attila, te ezzel kapcsolatban. Hát van egy kiábrándító feltételezésem egyébként. Abban a korban az ókori afrikaiak a sört azt nem úgy itták, mint mi, tehát nem korsóból, hanem agyagedénybe készítettek egy olyan masszát, amit nem módszer. Lehetett meginni, mert sűrűbb volt, mint a mostani sörök. Igen. Igen, és beledugtak egy szívószálat felülről, és amit felszívott, úgy ittek, és az alkohol százaléka is kisebb volt, mint a mai söröknek. Tehát nem 4-5 százalékosok voltak ezek, hanem ilyen 0,1-2-esekről tudtam százalékos. Én is. Max 1-2-esek, igen.
kalóriabevitelt. Úgyhogy még ez sem biztos, hogy 100%, de a másik meg, hogy ugye hieroglifákon vannak bizonyos jelek, amik egyébként arra utalnak, hogy parfümöt használtak. A hieroglifákon szereplő ilyen szolgálólányok feje fölött is vannak jelek, amik arra utalnak, hogy a hajukat parfümmel illatosították be, és az száll. Úgyhogy És akkor annak a nagyon tárolójának sok gondolod az technológiát ilyen használtak edényt. ugye az ókorban. Most erre gondolsz a parfüm kapcsán, hogy Na most, az az edény akkor az nem ha nem akkor volt akkor más, volt. csak a fémszívó, hát abban az esetben, ha csak edény volt és benne egy szívószál, akkor abból Nem, feltételezhetően nem. sör Általában úgy volt, hogy cserépen belül részcső. malátát és ittak, de ha volt Cserépen belül más is. részcső. És akkor cserépen belül részcső, és hogy abba raktak ecetet, és abba egy vasrudat, és hogy többet sorba kapcsolva a Discovery Channel, és akkor kijött 4 volt. Tehát ilyenről. Na, mindenki utána Meg olvas, lehet csinálni, megnézi, persze. megnézi ebbe. Lesz benne hátul Igen. jegyzetek olyanokról, hogy volt, hogy például olyanokról is, akik nagyon keveset hallni, ez a Charles Morrison Scott jelzőgép, telegráfőse, aztán ugye vezetékes áramszállítás, de az emberi testtel is itt egy gyerek van kettejük között, hogy az is átviszi. Hátul lesznek komolyabb jegyzetek, nagyon érdekes Galvani élete. Voltáról is külön hátul sok-sok jegyzet lesz, hogy volt a életének az érdekességei, volt a oszlop, de erről lehet. Igazából a cél azért a modern dolgokhoz az eljutás, csak hogy az áttekintés jellege meglegyen, tehát a volt a oszlopról több részletben leírás, magyarázat, hogy hogyan működött az 1800-as évek elején, ha valaki nem a császárral foglalkozott, akkor foglalkozhatott tudománnyal is. Nagyon szerény, egyszerű ember volt maga Volta is, meg választotta a hírnév helyett a csöndes kis tanítást, tanárember. És itt van jó kis történeti érdekességek, hogy mocsárgázból metángázt állított elő, gázkémiát, sok mindenre használt az áramot. De azért nem vittem túlzásban volt, tehát hátul vannak jegyzetek róla, tehát képes jegyzetek. Aztán utána, hogy kik folytatták, tehát időrendi sorrendben, hogy hogyan fejlődtek ezek az alakulátorok, itt még Volta, és ez a, hát, Gautier, talán úgy ejthetjük ki, Nicolas Gautier, talán úgy lehet franciásítani. Ő a jobboldali személy, hogy ő már továbbfejlesztette érdekességek. És a Daniel akkumulátor az meg már lényegében egyezett azokkal az elvekkel, ezt leírja, amit meg lehet az eBay-en most is venni 6 dollárért. Tehát ilyen 1900-as évekből származó iskolai demonstrációs ilyen Daniel cellákat. Van, ahol sejtnek maradt, de úgy átírtam, mert a cellt nyilván sejtnek fordította. Már az eBay-ről lehet rendelni, tehát ilyen egészen ősi jogsikat elő lehet állítani. És akkor ezeknek a technológia, hogy hogyan fejlődött porózus edény különböző személyek révén, érdekes átolvasgatni, megyünk szépen előre a történelemben, különböző fajta gravity cell, itt ezt még én sem nagyon néztem már a működési elvét, hogy ez hogyan működött, de itt valami gravitát, vagy itt kétlem, hogy névről lett volna szó, hanem inkább a gravitációnak mégiscsak volt valami köze hozzá a működéséhez. És aztán németek is belenyúltak, elektrolit kémia, és lényegben kialakult az ólom, az ólom akku és a száraz elem. A mai elemek ősének ez a lelánsé, ha jól ejtem. És akkor az 1870-es évekre még már ott voltak a lapos és kerek, egészen mai küllemű és az eBay-en akár relikviaként vásárolható aksik is. És akkor ezekhez még nem sikerült, tehát hajnali kettőt csináltam, képeket raknom, de mindenhez rakok az illető tudós neve, az biztos, hogy ott Elipszilon, az az Henry, meg azért a találmány képét azért rakosgatom majd, de egyébként ez a Lelanché aksú, ez már arról volt híres, hogy ezt bármilyen szögbe el lehetett fordítani, fejjel lefelé is működött. Tehát ez úgy össze volt rakva, hogy hiába volt benne folyadék, annyira zárt volt, hogy leadta a benne lévő töltést,
akkor is, hogyha bármilyen helyzetbe hozták, és a, lényegében a száraz elemek ősei 1866-ra készen álltak, és tömegtermelésbe kerültek 70-es, 80-as években. Jó, aztán itt akkor vannak különböző nevek, még Tudor, Fourier, Gorenz, és így tovább. És akkor lesz egy olyan rész benne, érdemes lesz otthon átlapozni, hogy a, maga az akkumulátor, mint eszköz, elsődleges cella, másodlagos cella összehasonlítása, elsődleges elem és másodlagos elem, elsődleges primer áramforrás elemek és szekunder áramforrás, a kuk, újra tölthető a kuk, ugye? És van egy savasról csak nagyon kevés, de hátul van egy egész komoly savas szekció. A savas akkumulátor előnyei, hátrányai, múltja, jelene, hát jövője nagyon nincsen. Itt van azért róla szó, hogy hogyan vált a villanyautóknak az alapelv működtető eszközévé az ólomakú, a savas ólomakú. Ez is egy nagyon érdekes életű ürge volt, ez a Planté, francia fizikus. Ez is egy nagyon érdekes életű ember volt. De tényleg ez a sorba rakott cellák, több cellás feltekert ólomlemezek voltak, és akkor azok volt több cella. Itt kicsit az életéről kicsit többet hagytam, itt nem vittem át mindent jegyzetben, de érdekes. Ő egyébként még fiatal korában, tehát hogy lehet szakmát váltani, eredetileg ilyen természettudós segédje volt, és felfedezett egy ősmadarat is, amit őról neveztek el. Aztán közben fizikusként vált híressé. És akkor az első, az ő akkumulátorját továbbfejlesztő Fourier, ez a kerekebb képű úriember, aki itt hátul ül az elektromos autón, hiszen egyszer elindult a benzinautók fejlődése, vagy az elektromos autók fejlődése. Ugye itt Fourier mit fejlesztett, mennyiben fejlesztette tovább a dolgokat. Erről egy kis kibontás, és hát a legutolsó verzió meg már nagyon-nagyon akkumulátorszerű volt. Tehát kifejlesztett egy akkor 1881-re nagyon jól hasznosítható típust, amit el is kezdtek szépen az autózás hajnalán használni, de egyébként voltak tengeralattjárós más találmánya is ennek a Fourier nevű pasasnak. Itt keverés van, ezt vissza kell raknom a Lelanchéhoz, mert ugye itt akkor a Lelanché aksi az ott már megemlítésre került. Itt majd sorrendeznem kell, azt látom, itt van egy kicsit jobban kifejtve ez a forgatható, teljesen zárt, pasztára cserélt folyékonyan az elektrolitot, és így nem folyt ki. Illetve ennek a továbbfejlesztése, elnézést, az azt már miért, tehát a szárazaksik továbbfejlesztése, párizsi gipsz segítségével, cinklorid, életmód meghosszabb, tehát ugye Duracell részfejjel, tehát ezért itt már egyre jobb anyagokat használtak hozzá, tehát elkezdett az ötvözetek használata, és tömegcentrikus, tömegtermeléses akkumulátort hordoz, amely hordozható eszközöket, elektromos eszközöket működtetett, elkezdték gyártani, ott van egy korabeli példány. És akkor utána az autók, ugye Edisonnal is karöltve, mert Edisonnak is volt saját, hát ez ugye Edisonnál mindig kérdés, hogy mennyiben volt ő saját, meg mennyiben volt nem saját. Na, idáig lassan vége lesz a történetnek, mert beérünk a napjainkba, legalábbis az 1980-as évekbe. Hozzászólások, kérdések, szekciók a dologhoz, tehát ez a nagyon történeti múlt, még az 1900 előtti, vagy éppen 1900 terület esetleg meglátások, mert akkor meghallgatjuk Attilát, gyerkőcök kérdezhetnek. Nekem lenne egy nagyon parányi hozzászólásom ez, hogy jó, hogy ugye mostanában kezdenek bejönni ezek az elektromos rollerek. Igen. És hát én 38 éves vagyok, és én 80-es években rollereztem, és amikor bejöttek ezek a rollerek, igaz, hogy ezek már elektromosak, de én így mosolyogtam, hogy hát, amikor én kisgyerek voltam, akkor voltak ezek menők, meg akkor jött ez fel ez a dolog. Hát elég nagyot tévedtem, ugyanis kicsit utána néztem, és már
1912-ben, vagy 14-ben, vagy valamilyen körüli időpontban már létezett elektromos, akkumulátoros roller. Igaz, hogy a dizájnja nem volt olyan ergonomikus, mint a maiaké, de ez már 1914-ben is létezett, annak a technológiának egy egyszerűsített változata. Ez egy érdekes dolog. Mennyi mindenről. Ugye az ember, hogyha rákeres, akkor kiderül, hogy már volt róla rápróbálkozás, aki megelőzte a korát, csak ugye nem volt még igazán kiforrott a technológia. Ó, meg még az előző alkalomhoz szeretnék egy kis kiegész Igen. javítást, hogy magamat szeretném kiavítani, mert rosszul mondtam. Mert ugye beszélgettünk a drónokról, amik héliummal vannak a levegőbe emelve, és valahogy ez a hélium ez benne maradt a fejembe, és rosszul mondtam a cink levegő, azt mondom, annál az akkumulátornál, amikor beszélgettünk erről, azt mondtam, hogy a cink oxidációjakor ugye keletkező hélium miatt veszélyes az akkumulátor, Hidrogén mert keletkezik. robbanásvezérlen felgyulladhat. És igen, tehát ugye azt Na elnézést, mindenki odaértette, ezt az ki balra szeretném egyel, javítani, persze. hogy hidrogén. Azt mindenki hidrogénnek értette. Ja, valahogy a hélium miatt valahogy a fejemben maradt De meg. a gyerekeknek ezt nagyon el kell mondani, biológiából is probléma, hogy megértsék, hogy ott nincsen neutron a hidrogénnál még. Tehát, hogy ott tényleg csak egy proton meg egy elektron, és ezért működik annyira a víz minden reakcióközegnek, meg partnernek, mert ott az a hidrogén, az két nyomoronc elemi részecskéből áll, és csak azokkal kell kezdeni valamit. Biológiai oxidáció, meg a fotoszintézis. Na, menjünk vissza a témánkra. A gyerkőcök nem kérdeznek bele. András, nincs meglátás? Ötlet? Én azért lapozok Hát, egyet. én csak... Hallgatunk. Nagyon nem tudok hozzászólni, mert Most jön az, hallgatom ami és téged is próbálom érdekel, a modern értelmezni mesét. az egészet. Nem látod a képernyőt? Na. Várjál, várjál! Hát, de látom valami. Jó, most meg tudom nézni. Jó, már látom, látom, látom. Lehet... Csak azért akarom így négyesbe, így a szöveg nem olvasható, mert nekem teljesen olvasható. A szöveg nektek nem viszi át olyan minőségbe, hogy olvasható legyen a szöveg, hogy Edison cellája, cellaája, tehát itt ugye. Tehát ezek nem olvashatók? Ezt most, mi most teszteljük az De egész rendszert. nagyjából jó. Hát úgy is elmesélem ám, De és az ott nagyjából jó. tölthető volt, A linket sokkal meg kiadom. kitenkötnára. Linket megkiadom, csak nem akarom egyesével vetíteni, mert az tényleg hosszú lenne, mert ez 200 valahány diám. Na, tehát akkor, és akkor jöntek az, hogy nikkel Jó. kadmium. Tehát ugye, már, és azt hiszik, hogy ez egy modern dolog, de igazából látjuk, hogy 1909. Tehát ott onnan indult a nikkel kadmium. És ugye 1949 meg már alkáli mangán. Megbízásból, Ohio-i Ever Ready Battery Company egy tudóst megbíztak vele, egy mérnököt, és ő akkor hozzá már a más anyagokkal, alkáli mangán. Ami ugye azt jelentette, itt azért felolvasom, hogy az élettartam meghosszabbítás, tehát hogy tovább hogy adjon le áramot. Nagyobb energiát, hosszabban, mint a cinkszén elemek. Cink higanyoxid, alkáli elemek, 50-es évek, szintén. És a Duracell cég megalapult. Tehát akkor alakították ki a Duracellt. A higany vegyületeket azóta kivették környezetvédelmi okokból. Az aksiból. És akkor ugye léptek tovább. Majd mondok, van olyan egyébként villanyautós podcast is egész érdekes. Tehát ilyen hetente vannak fönn ilyen beszélgetések, és meg lehet hallgatni. Nekem is tetszetős volt, hogy ezeknek kutattam, utána úgy találtam. Lítium elem kísérletek. Sony 91-ben értékesítette a lítium ion akkumulátorát. Tehát a Lion, az ami ugye most a laptopaink akkumulátora, az is 91. Sony. Good enough, ez majdnem olyan név, mint hogyha mint hogyha mesterséges, tehát egy ilyen saját
névadás lenne. És akkor milyen fémeket használnak? Elsődleges elemek. Tehát az ele, amit Magyarország elemnek hív, az a nem újra tölthető, a non-rechargeable. Lesz egy ilyen rész, itt át lehet majd nézni, nem fogom végigvinni, hogy cinkszén, lítium alapú, ugye ezek mivel vannak? Lítium, réz, vas, mangán, króm, lítium, króm, megvan, hogy melyiket, cinklevegő, ezüstoxid, ja itt Igen. van, várjál, több is, cinkszén, cinklorid, alkáli, nikkeloxid, higanyoxid, azt ugye kivonták, cinklevegő, ezüstoxid. Ezek Itt, 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 itt egy pillanatra meg tudnánk állni, csak hogyne? annyi elnézést, hogy, hogy az akkumulátoroknál, mert most itt, itt van egy csomó fajta akkumulátor, ami nagyon jó, de Ezek még az elemek? akkumulátor, Most még csak vagy, elemekről na, beszélünk. ugye, úgy értem, hogy, hogy energiatároló egységek, és az ilyen energiatároló egységeknél a leadott energia, illetve az eltárolható energiát, azt, azt úgy szokták mérni, hogy kétféleképpen lehet. Az egyik a volt watt óra, a leadott watt óra per kilogramm, a másik pedig a watt óra per liter. Tehát, hogy egyrészt a tömeg, hogy oké, okay, hogy mennyit ad le, de azt per egységnyi kilogramra, tömegre, illetve megnézni azt, hogy, hogy a mérete mekkora, tehát a per liter. És egyébként én nézegettem ezeket a, ezeket a fajtákat, és ott a cink levegő viszonylag jól teljesített, ugye, annak ellenére, hogy azért veszélyes tud lenni, de, de ott A például ez nem, nem hidrogénfejlődés, igaz? teljesített rosszul. Igen, sajnos, hogy a közeg, ami benne van, ugye az anód, anód katód, meg a tehát nem tudom, mennyire látszik egyébként, valamennyire látszik ezen az ábrán is, hogy Melyiket nagyítsam? talán, Hányos számot? Mondj de egy mindegy. számot. Hát A itt a cink levegőst? 92-esnél azt a... Igen. Itt van, uram. Csak hogy a diákok is lássák, hogy... Igen, Meg tehát a ott a videóban más pozitív is vissza terminál. tudja nézni. Tehát mi a jövőre kiegészítjük. Igen, és ott van a negatív is. Elektróda is. Jó, ennyi. Tehát, hogy ez, ez a két fő része a negatív, ugye, a közeg, meg a pozitív terminál, a kollektor. De csak ennyi. Köszönöm. De most ezzel kapcsolatban az jut az eszembe, hogy igazából, ha belegondolsz, az atommal hajtott rakétázást is a tömeghiszti miatt jegelve lett a hippi korszakba, és most ugye a tömeg úgy nem tudja, hogy most már azért atommal mennek fönt az eszközeink egy jó része. Mert ugye az volt, hogy majd a nyakukba robban, mint egy, amikor felrobban a rakéta, és a nyakukba hullik a rádióaktív csapadék. Ugye? Tehát tudod, mire gondolok? Igen, és most ugye voltak ezek a régi roverek, ez a Mars rover, meg Igen. a Curiosity, meg ezek, és most már azokon a bolygókon, ahol kisebb a gravitáció, ott hát ilyen atommeghajtású drónokkal fogják feltérképezni a bolygó felszínt, mert rájöttek arra, hogy, hogy jobb rálátást kapnak, mint hogyha csak úgy gurulnak. Hát És erről a NASA-nak most van már egy nagyon jó videója sugárzással megy esetleg kint. majd. Sugárzó akuval megy kint, az összes ilyen távoli Neptun, meg stb. Szónak. Na de várjál, csak azt akartam mondani, hogy ez a cink Igen, levegő igen. is lehet, hogy úgy jár rám, hogy most megy a hiszti, hogy merrobban, aztán szépen titokba bemegy ez is a köztudatba. Tehát, hogy a gázautót is igazából egy idő után elfogadták, hogy jó, hát palackban van, robbanás veszélyes, mi nem az, a benzin is az. Igen. Meg hát most a napokban száll le majd a Marsonda, ami ugye megy a helikopter. Marson. És akkor eljutottunk a másodlagos energia, nem is jól fogalmazok, mert nem másodlagos akkumulátorok, hanem másodlagos energiaforrások, itt is, meg itt is, úgy kéne, az újra tölthetők,
És akkor ugye ott volt a története feljebb, itt csak nikkel, kadmium, nem olyan drága mérsékelt energiasűrűségű. Hát ugye emlékszünk, ezek voltak a 900, 1100, ilyesmi milliamper órásak. Ez a gyerekeknek jó lenne elmagyarázni ezt a milliamper órát. Az, azt én értem egyébként, de na, nyugodtan András, átmagyarázni hadd halljuk akkor. az diák szájából. De jó vagy. Mondd. Jaj, ne! Na, most láttam a Rossmannba, nem is volt drága, 1300 forintért 4 darab 2400 milliamper órás nickel metal hibrid. Az jó árnak tűnt a mostani felment árak viszonya mellett. Mesélj nekünk, hogyan van ez a milliamper óra? Hogy a videóba bekerüljön? Na, akkor mondjuk el mi. Attila, te ezt nézted, ezt a, mert most ugye állnak át az aksiknál is, hogy nem is milliamper óra van, hanem már más. Hát ugye a milliamper ugye az áramerő, az amper az áramerősség, a milli pedig annak a Ezrede. töredék része, az óra pedig az az időegység, amennyi idő alatt az az áram folyás, ugye az áram az egy folyás, mennyi áram folyik, de ugye a feszültség meg a feszültségesés, egy két potenciál különbség között lévő feszültségesés, az áram folyás pedig mennyi áram folyik. Az ellenállás meg úgy kell elképzelni, mint amelyik Erre egy erdő pedig leszűkíti szóval háromszor. hogy is fogalmazom. Igen, tehát ami leszűkíti az átmenetet, ezért, ezért szoktak így, Vízesés van egy hasonlat, nem? R ellenállás, akkor igen, a vízesés hasonlat, tehát hogy meg, akkor azt inkább így mutatom, tehát hogy honnan, hova, mennyi, mekkora, milyen magasságban lesik a víz, Az 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 ugye a áramerősség. feszültség, meg hogy mennyi víz esik, az pedig az áramerősség, Ja, igen. igen, a feszültség az a magasság, Tehát, honnan zuhog, és az áramerősség, hogy mennyi víz zuhog, mert nem hát mindegy. ha már így nézzük, akkor lehetne azt mondani, hogy az ellenállás meg a gravitációnak a reciproka kvázi, de Azt hát ne vonjuk bele nekik, ezt de azt érteni fogják, kell hogyha talán egy ennyire méter magasról ugye rávetíteni. gumbozdítanak egy tonna vizet, az ugyanúgy problémás, mint hogyha csak 10 liter víz lenne, de kilométer magasról pont a fejünkre csorog. Ugye, tehát itt ugye nagyot üt a magasság miatt. Ugye, tehát kell az áramerősség is, meg a feszültség is. És itt, ha jól értem, ez ugye úgy van Igen, ez, és hogy a az egy teljesítmény meg a óra alatt kettőszorzata. ki is tudja azt, leadja a 2400 milliamper órát, az folyamatosan leadni képes egy órán át. Nem így van? Tehát, hogyha egy eszköz annyit fel is vesz belőle, Igazság szerint tehát kisütésre ezért kerül egy óra nem ennyire alatt. egyszerű, mert igazság szerint karakter... Elméletileg igen, de tehát ezeknek karakterisztikájuk van ezeknek az elemeknek, tehát van egy elem karakterisztikája, és persze törekednek arra, hogy az optimum pont minél jobb helyen legyen, de azt kell tudni, hogy azért attól is függ, hogy tehát mennyi van benne, mennyi szufla. Ezt most nem tudom máshogy mondani, hogy most teljesen le van-e merülve már, vagy teljesen föl van töltve. És egyébként az akkumulátoroknál azt is nézegették, hogy az sem mindegy, hogy használjuk. Hogy azt szokták mondani, hogy egy akkumulátor kímélésnél, hogy 50% körül legyünk. Igen. Én általában úgy szoktam a mobiltelefonomat tölteni, hogy bár most már nem 80 és mondják ezt a 90% memória effektust. Környékén. De van egy karakterisztika. A régieknél mondták, szerintem ezeknél a Lionoknál már nincs ilyen. Az inkább nikkel kadmiumos volt. András, mint hogy miért beszéltünk egyre is, több nem? Mindent raknak bele, amivel kiküszöbölik ezt. Ja. Tehát egyre több mindent belepakolnak, amivel ez kiküszöbölik, és már azért egész jó dolgok vannak, de régebben még kellett erre figyelni, hogy ne legyen teljesen lemerítve az akkumulátor, és ne úgy tároljuk. Igen, igen, ugye önkisülés így van, tehát hogy meg volt, hogy mennyi az a kapocs fesz 0,9% vagy 1,9%, tehát hogy ne menjen le annyira, mert utána akkor veszít belőle. Na majd megpróbáltam egyébként a műszerészt, hogy esetleg ha felhív, akkor megpróbálom, hogy úgy működik-e,
hogy a mikrofont beteszem ide teszem a mikrofonhoz, és akkor az ő hangját azt majd hallani, tehát hogy a telefon meg összekapcsoljam a messengerre. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül egy próbát megér, mert valamiért ő nem tudott, nem lépett ki, nem tudtam visszahívni. Jó lett volna, mert ő most ugye ezeket kapásból jó dolgokat tud, jó hasonlatokkal tudott volna még nekünk hozzátenni. Egyre erősebb, tehát egyre több millió per. Igen, én nem vagyok villamosmérnök végül is. Így van, meg... Na. Tehát én informatikus vagyok, de bejött a hibás, nem vagyok villamosmérnök, igen. Azt mondja, hogyha pillanat, hogyha amit az én fülemben van, azt oda teszem a mikrofonhoz, és fölveszem a hívást. De ki is hangosíthatod a telefont? Ja, tényleg az is jó. És akkor még lehet, hogy úgy még jobb is. Csak ő nem, de akkor és a számítógépet is, így van. És akkor a számítógépet is, várj, akkor kirakom a saját fülesemről. Össze kell ezt raknunk, hát nekünk erre nem volt még rendszerünk. Akkor ne itt halljam. De várj, az nem baj. Ugyanis ő jobban fogja hallani, ha beteszem az ő mikrofonját a fülhallgató mellé, a fülem mellé. És a... Hogy hívják ott meg hozzá? Hát a szádhoz teszed a telefont, ami ki van hangosítva. De ő titeket is halljon. Mindjárt megpróbáljuk így. Közben azért belelapozok. Na, tehát akkor egy próbát megér. Most az előbb itt lányos zavaromba rossz gombot nyomtam, és pirosat nyomtam zöld helyett, ahogy hívott. Aztán legfeljebb akkor kihangosítom, hogyha úgy lesz. Jó, tehát a másodlagos akkumulátoroknál, tehát egyre jobb anyagokat próbáltak. Ugye, hogy feltölthető legyen. Igen, hívás jön. Igen, na, szia Lajos, bocsi. Halló, halló. Na, én hallak téged, te hallasz-e esetleg? Szóljatok bele páran, Attila, köszönj egyet. Tehát most vagyunk ott a... Szervusz, ott vagyunk a nikkel alapú akkumulátoroknál, és megnézzük, hogy a litium akkumulátort, a nikkel-kadmium ólomsav akkumulátort, vannak másodlagos akkumulátorok. Ezeket hello, hello. Hallod, te most hallod a másik hallod? Hangot is, Lajos? Halló, Lajos! Igen, igen, várjál, téged hallanak-e? Azt nem tudom, várjál, azt mondja, hogy a te hangod az itt szól a fülhallgatóba, föl vagy teljesen hangosítva, de lehet, hogy tényleg jobb lesz kihangosítva, akkor leveszem a fülhallgatót. Na, megpróbálom, úgy kihangosítalak telefonon. Ez az összedugozgatós az nem működik, akkor kihangosítás, hangszóró, többleterő, jól fel vagy hangosítva, és akkor a hangszóróra kiteszem itt a mi beszélgetésünket, és úgy biztosan jó lesz. Na, akkor a milliamper órát, a 2400 milliamper órát, hogyan magyaráznál egy műszerész, hogy egy nickel-metal hibrid annyit ad le? Hallottam? Igen, hallanak most már. Az a lényeg, hogy ez a 2400 milliamper óra, ez tulajdonképpen egy szorzat. Tehát ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy akkor egy óra alatt 2400 milliampert szolgáltatna, vagy mondjuk két óra alatt 1200-at, tehát egy a lényeg, hogy ez az összegét adja. Azt akkor jól mondtam. Úgy mondtam, hogy egy óra alatt, hogy ha felveszi az eszköz a 2400-at, akkor egy óra alatt az kiszipkázza belőle. Az más dolog, hogy a... hogy adják meg ezeket az értékeket, mert általában nem úgy mérik, hogy egy órát töltik, hanem meg szokták adni, hogy 2, 3, 5, 10 óra, mert ennek folyamájaként változni fog ez az érték. Tehát kihozzák a számukra legjobbat, és elfelejtik közölni, hogy most kis árammal ideálisabb ez az akkumulátor, vagy nagy árammal. A képet különben látod, a vetít, és látod, csak mikrofonod nincs. Tehát ugye előtted van, amit most... Látom, de csak kicsibe, ez az egynegyedesbe. Igen, de olvasható nálad is, nem? Hogy mit tudom én, nickel cink van a 94-es alján. Hát, nem annyira, de majd mindjárt rárakjuk egy nagy monitorra. Ja.
Csak azért, mert így akkor gyorsabban tudunk lapozgatni benne. Meg egy kicsit több bár... Ja, meg hát van az a nagy ittó is, ugye az a... Ja, nagyszerű. Ja, meg van az a sálú, azzal is lehet ugye operálni. Látszik, hogy nem használom a Facebookot? Oké. Akkor menjünk, mert el akarunk érni a modern dolgokig. Tehát ugye itt nikkel, cink, kerti szerszámok, még azt is megadta a forrás, hogy letettem egyébként a forrásokat, mindig bent van, ahol egy új szekció kezdődik, ott bent van a jegyzetekben, tehát a dia alatt ott van, hogy mi a forrás, úgyhogy szépen tisztességgel visszanézhető. Ezek nem fordultak, ezek magyar oldalról, egy magyar srác, ez a villanyautós podcastos, majd őket is reklámozzuk, onnan van. Tehát ugye bizonyos dolgokban nikkel... Ez viszont érdekelne, hogy ugye akkor amit mondtál, Lajos, azért van, hogy nikkel, cink, például elektromos kerékpárok kerti szerszámokba, tehát a nikkel, cink az nem az kerül a Walkmanbe, vagy a kis játékrobotba, vagy gyereki játékba, hanem a nikkel metal hibrid, és a nikkel, cink az pedig kerékpár és kerti szerszám. Erre mit mond a műszerész? Olyanról, hogy nikkel, cink, nem nagyon hallottam, de hát általánosságban ugye régen használták a nikkel kadmiumot, utána pedig a metál hibridet. Lítium valamiket, nem? És utána jött a lítium, Igen. Mert ugye annak idején ebben az 1,2 voltba gondolkodtak, és utána rájöttek, hogy a lítium ion, ugye az anyagától függően 3,6 voltot ad ki, és ez azért jó, mert az elektronikus áramkörök másfélről nem nagyon mennek el, de 3,6-ról már egész jól elmennek. De figyelj, én ezt sose értettem, illetve nem néztem utána, hát persze értettem, utána nézek. De idáig nem mentem bele, mert nem volt, a BIOS tanárnak nem kellett. Hogy miért volt az, hogy a nikkel kadmium 1,2, a lítium ion meg 3,6? Hát azért, mert ezt valahogy a kémiája határozza meg, valami elektronpályák miatt van ez, hogy meghatározott a feszültségszint, ami jön belőle. Tehát mindenképpen egy cella nem tornázható, nem volt feljebb tornázható nikkel kadmiumnál 1,2, és 3,6-nál nem volt feljebb tornázható egy cella. Ez így van. Mert így mentek az elektronok, ilyen sebességgel tudott, akkor ezt úgy mondjuk el a gyerekeknek, hogy ilyen magasról tudott lezuhanni a vízesésbe. Tehát ekkora volt a fesz, tehát az elektronáram egyszerűen képtelen volt, nagyobb, magasabb energiapályáról, kisebb energiapályára esni. Ez volt a max, amit tudott nikkel-kadmium fénypáros esetében, és lítium-ion fénypáros esetében pedig magasabb gerjesztésből tudott alacsonyabb gerjesztésbe visszazuhanni, és persze a kettő közötti különbséget ugye szabad elektronként eldobálni. Ha jól emlékszem. Így van. Tehát az a lényeg, ezek a feszültségértékek anyagfüggőek. Igen. Viszont ez a ugye lítium-ion a 3,6 voltjával már egy maga, tehát egy cella elég a mai modern mikroprocesszoros rendszerekhez. A laptopokban ugye meg 2 vagy 3 cellát kötnek sorba. Ugye mindig az a probléma, amikor több cellát sorba kötünk, hogy nem egyforma az öregedésük. Viszont, hogyha egy cellánk van, ugye, akkor nincs ebben semmi gond, mert ameddig jó, addig jó. Tehát nem fogják egymást tönkretenni, hogyha csak egy cella van. Pillanatra ránézek, hogy akkor most azért a mikrofon maradt-e azért a füles nálam, de hallgatunk. És akkor ennek ugye most majd odalapozok a... Igen, a mikrofon még maradt input device-nak az USB-s, tehát elméletileg az, amihez hozzátartottam a hangodat, ott az veszi, és bennmarad a videóba. Megyünk tovább akkor, tehát a nikkel alapú akkumulátorok, ugye akkor 1899, de hát ugye napjainkig fejlesztve lettek, ott van, hogy milyen fém.
És akkor ugye itt majd lesz egy ilyen rész, ez majd nézhető, hogy a nikkel-kadmiumnak az előnyei, hátrányai, és a nikkel-metál hibridnek szintén, itt kicsiben itt nagyítva, nikkel-metál hibridnek előnyei, hátrányai. És hát itt ezért megnézhetjük, itt a kettőt hasonlítja össze, ezt már érdemes, ugye, ezt fölnagyítom, hogy a nikkel-kadmiumhoz képest a nikkel-metál hibrid, tehát ugye ezt tudta azt már, hogy 40%-kal több kapacitás. Na most ez a memória effektus, ez ugye, ezt egy kicsit magyarázd el nekünk, hogy ha leesett a kapocsfesz 1,9, vagy mennyi alá a 3,6-ból? Hát a nikkel-kadmium ugye az csak 1,2 Ja, az is fontos. 1,1, azt akartam mondani, ott meg mennyire? A 0,9%, vagy hol volt? Valahol volt egy Nem, határ. hát egy volt alá nem ildomos sütni az akkumulátorokat. A nikkel-kadmiumot is, sem meg a metálhibridet se. Igen, és a 3,6-os Lyonnál meg hol a A határ? 3,6-osnál meg 3. A 3 alá. Tehát akkor tulajdonképpen az egész számot azt azért úgy tartani kell. Így van. És ez... Ez a memória effektus, ez különben nem abban volt összefüggésben, hogy lemerítették el 9 voltra vagy 1 voltra, hanem ez avval volt összefüggésben, amikor nem sütötték ki az akkumulátorokat, hanem mindig csak töltötték. Tehát, Cseptöltés. amikor ilyen puffer üzemmódban volt, és ez a Kocsin foly memória volt, rá volt effektus, kötve a kocsira. ezt azért hívják memória effektusnak, mert valami kristályok képződtek benne, és azért hívják memória effektusnak, mert tulajdonképpen emlékezett rá, hogy előzőleg mennyire lett kisütve. És akkor utána tulajdonképpen, hogyha előzőleg csak félig lett kisütve, és utána feltöltötted, akkor nem tartotta meg utána az egész kapacitását, hanem olyan volt, mint hogy csak lecsökkenne a felére. És ezt úgy szokták megelőzni, hogy ilyen a régi töltőkben, még a Nokia 2110-esnek is olyan töltője volt, hogy úgy kezdte a töltés, hogy lemerítette egy voltra, hogyha még volt benne kapacitás. Tehát először lemerítette Kisütötte. teljesen, kisütötte, és utána töltötte fel. Ez pontosan ez a memória effektus megszüntetésére volt. A metál hibridnek annak már nem volt akkora, a lítium-ionnak meg szerintem nincsen. Itt írja, hogy rövidebb Attila. Vagy azt hittem, hogy Attilát hallottam. Hallunk, hallunk, hallunk. Ez, hogy a memóriaeffektus meg az első formázás, az nem teljesen ugyanaz, mert az első formázás elméletileg ugyanolyan, mint hogy le kell sütni teljesen, meg fel kell tölteni, de az azért volt, hogy eléri a teljes kapacitását az akkumulátor. És onnan mehessen vissza a 65%-ára, hogy a képernyőn is látszik. Lényegében. De mondom, már a lítium-ionoknál Most még én nikkel-kadmium nem és tudom, hogy... nikkel-metál-hibrid összehasonlításnál vagyunk, tehát ez a must, amit megveszek ceruza elemet, az nem liónos ceruza elemet még nem veszek a boltba. Ugye, most még nikkel-metál-hibridet veszek. Így van, így 1000, van. Ez, 1200 amit kapsz, az metálhibrid, a 2400 mAh-s. Igen. Még azoknak max aranyáról lehet ilyen lionokat szerintem beszerezni. A lítium-iont, azt ez a 16, mit tudom én, 65? Tehát 16 átmérőjű, 65 hosszú. Tehát az nagyobb, mint Igen, a nagyon, nagy, a igen. ceruza elem. Tehát Igen. az
ott azt szabványosították méretnek. Nem lett a normál duplás méretben megoldható. Igen. És mi ez a túltöltés? Gondolom azért is csinálták, hogy azért ne cserégessék az emberek, mert abból azért durva dolgok lennének. Igen, a töltők miatt. A töltők miatt. Két 1,2-es helyett két 3,3-as rakná be valahova, mert az már 7,2, és már régi IT-k is, amit 5 voltra terveztek, az sem nagyon szerette az 5,5-nél többet, úgyhogy ez azért durva lenne benne. Ja, ja, ja. A túltöltés mit jelentett a nickel-metal hibrid esetében is? Hogy mit jelentett? Tehát hogyan képzeljük el a túltöltést? A túltöltéskor hát egyrészt melegszik, nem másrészt pedig vegyi bomlás van benne, és mivel zárt, ezért ugye megkuposodik. Ja, 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 a gáz. Így van, így van. Így van. Tehát ezért voltak különböző algoritmusok kitalálva. Ja, ezért van az intelligens töltő, nem? Hogy nehogy túltöltse. Hogy hogyan érzékelje azt, hogy tele van töltve az akkumulátor. Van, aki a hőmérsékletét figyeli. Hogyha... Az nem jó ötlet. Ha melegszik az akkumulátor, mert ha már tele van, akkor kezd el melegedni. De hát azt lehet inkább, hát gondolom ezt izéval kéne, nem ellenállással, hogy hát melegszik, akkor jobb, nagyobb az ellenállás. Nem, raknak bele egy ilyen hőérzékelőt, aztán azt figyeli az elektronika. Már a 21-10-es akkumulátorában is volt ilyen. Ott is figyelték, meg hát raknak bele ilyen biztonsági hőlekapcsolót, hogyha netán véletlenül rossz a töltő, akkor se robbanjon fel, és akkor hát ez ilyen biztosítékként működik, és akkor az ott teljesen megszakadt. Hát, ez gyára válogatja, de bele kell rakni biztonságtechnikai okokból. Magyarán akkor a nickel metal hybrid duplás, triplásokkal azért vigyázzunk, mert rövidebb élettartam, gyakori mély kisütés esetén rövid élettartam, de túltölthető, felrobbanhat, nagyon forródhat, gyors hát, az önkisülése. Az önkisülés az maga magában elmegy az áram belőle. Az ember házilag barkácsol olyan töltőt, amin mehet bele az áram, akkor veszélyes, igen. De igen. Általában ugye amiket raknak ilyen elektromos furókba például, ezekbe a éppen mennyi cellát akarnak belerakni, 7 voltó, 18 voltig, bármilyen azokat is úgy méretezik, hogy már maga a transformátor kicsi benne, tehát egyrészt nem tud nagy áramot adni, másrészt ugye a feszültség is úgy van méretezve, hogy ne töltse túl. Tehát ő nem is ad ki annál nagyobb feszültséget, amivel túl lehetne tölteni. Az akkor ciki, amikor tönkre megy benne néhány cella, mert akkor viszont már túl lehet tölteni. Tehát, hogyha tönkre megy benne egy cella és átmegy zárlatosba, akkor az azt jelenti például, hogyha három cella van, az egyik zárlatos lesz, akkor a kettőn osztik meg a háromnak a feszültsége, és az már szépen túl tölti. És olyankor felrobbanhat. De ugye nem ez van a telefonjainkban. Igen. És akkor az a szépség hibája, hogy ilyenkor, mikor egy cella tönkre megy, akkor utána meg szépen tönkre teszi a többit is, mert az egy cella ugye teljes mélykisítésben van, a többi az meg túltöltésben. Ja, 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 ja. És akkor jönnek, hogy nem lehetne a rossz cellát kicserélni, de ki lehet, ugyanolyan szar marad a többi is. Ja, mert azokat is tönkretette. Nickel metal hibrid a képernyőn látszik, hogy a General Motors EV1, tehát autók barakták, Toyota, Peugeot 106-os, tehát rakták, nickel metal hibriddel is már próbálkoztak, sőt hibrid autókkal is próbálkoztak, eljutunk a Lion technológiák, hogy eljussunk a végére azért a célunkra, és ugye a Toyota Prius ugye tömeggyártású volt, nickel metal hibrid akkumulátorokkal, 20 éves kilométerek 100 000-eivel, az akkumulátor gyengülne, akkor azok cellánként is cserélhetők, ezért a csere költségei minimálisak voltak. Tehát ez jól megcsinált aksi lehetett, ha cellánként cserélhető volt a Toyota Prius-é. Jó. És akkor a Neon, tehát ugye a Toyota Prius már Leonnal is, akkor áttérünk majd a Leonra. Lítium alapú akkumulátorok, tehát a fejlődés.
legkönnyebb fém, legnagyobb elektronkémiai potenciál. Ugye ezt az előbb láttuk is ott, hogy azt írta, hogy igazából a nikkel metál hibriddel az a baj, hogy a hiányosságok közé föl volt sorolva, hogy nem olyan nagy mennyiségű, csak 65%-ig tud, a bevitt energia 65%-át tudja csak visszaadni, és kicsi, tehát kicsi a hatásfoka. Akkor a Lyonnak ezek szerint jóval magasabb volt a hatásfoka, 1912-re már egész jól fejlesztgették, itt látom, és akkor a technológiát, tehát most az, hogy hogyan működik, arra szerintem lehet, hogy majd mindenki átolvassa egyszer, úgy lesz értelme nekifutni, hogy tényleg egy ilyen szerkezeti ábrát megnézzünk, hogy hogyan működik, hogy értsük a szakember magyarázatát, hogy mi hova megy, miért megy oda és hogyan. De ugye a Lyonnál nézzük meg az előnyöket inkább. Tehát több keldedező tulajdonság, ugye cellaára magas, nagy energiasűrűség, egyenes töltési kisütési karakterisztika, jó energetika hatásfok, tehát akkor itt magas volt a vízesés, nagy, és minden víz ki tud folyni belőle, hogyha úgy nézzük. 3000 mAh-t is túllépi egy-egy cella tároló kapacitása, tendencia folytatódik, azért léteznek hátránya is. Instabilitás jelentősen csökkent, de töltés és kisülése pontos felügyeleti elektronikát, intelligens töltő kell a Lyonhoz. Igen. Nem tudom, ezt tudjátok-e, vagy ki az, aki összefutott vele, hogy az én modern Dell laptopom is nem tölthető akármilyen után gyártott töltővel, még ha passzol-e a leadott feszültség, meg a dugajzat is nyilván, akkor is az ilyen univerzális 24 véget adunk a Wish-ről, eBay-ről a töltőhöz, és bármilyen eszközhöz használhatja, nem, integet a Dell, hogy köszönöm szépen, ez nem gyári töltő, és erről nincs töltés. Tehát jelzi, hogy be van dugva, de töltés nem vesz fel az akkumulátor. Ez szerintem csak üzletpolitika. Igen. Valószínű. Mert maga a laptopnak a tápja, az csak egy fix feszültséget ad ki. Tehát magát a töltési algoritmust, azt a laptop végzi. Ja. Innentől függően nem kéne, hogy bármi szerepe legyen. Ezt úgy szokták megoldani, hogy némelyik laptopnak olyan csatlakozója van, ami három érintkezős, és akkor a felszabadult egy érintkezővel meg beküldenek valami jelet, vagy egy ellenállást, vagy akármit tudnak rakni, amit tudnak érzékelni, ami az átlag laptop tápon nincsen, és akkor azért nem tölt, mert így érzékeli, hogy ez a mi gyárunk, ami a mi gyárunknak adja a profitot. Ja. Ezért akarja az Európai Unió egységesíteni a telefontöltőket, hogy nehogy csak az legyen, hogy az Ericssonhoz csak az Ericsson töltőjét lehet alkalmazni, mert ő ilyen szép lapos csatlakozót rakott bele, a többinek kör alap. Különben ez úgy működött, hogy ez is úgy volt, hogy a Dell-nél, hogy be van csavarozva az akkumulátor, de le volt írva a neten, hogy ki kell szedni, lekapcsolni, kiszedni az aksit, gyári töltővel elindulni a laptoppal, bemenni az eszközkezelőbe, törölni az összes akkumulátorral kapcsolatos drivert, és töltővel kapcsolatos drivert, lekapcsolni a számítógépet, utána betenni az akkumulátort, és elindulni az után gyártott töltőről. És akkor gyönyörűen elindult, és akkor és akkor töltött. És én itt azt hittem, hogy ez így jó is lesz, aha, de okosak voltak, egyszer-kétszer föl is töltötte az utángyártott, azt egy idő után megint volt valami frissítés a Windowsnak, utána megint beintett, hogy na, köszönöm szépen, ezzel a töltővel nem működik. Úgyhogy megint szét kellett volna szedni a laptopot, megint kivenni az aksit, aztán mondtam, hogy egy ilyen, azért egy drága, egy 3-400 000 forintos Intel 7-es, Pentium 7-esnél azért nem illik azért a gart állandóan szétcsavarozgatással gyengíteni. A profik azok úgy csinálják ezt,
hogy az akkumulátorpakba beleraknak egy mikroprocesszoros elektronikát, ami figyeli a töltések, kiszívések számát. És akkor eléri az általuk beállított határértéket, betiltja az akkumulátort. Hát meg a mosógép, meg minden és más. És miután kicseréled az akkumulátort, ettől még a számok nem változtak meg benne. Igen. Igen, igen, igen. Hát, tehát megoldják a problémát, hogy... A tervezett nehogy, elévülés. Hát nem az, hogy tervezett elévülés, hanem nehogy másni áll, csak úgy jön le a haszon. Igen, igen. Itt a Lionnak az előnyei. Tehát nagy energiasűrűség, magas cellafeszültség, nagy teljesítmény, jó energiatartás, akkor nem 65%-ot tud visszaadni, alacsony önkisülés, tehát nem fognak ott kóboran önmaguk áttól átmenni a töltések egyik oldalra a másikra, hosszú élettartam, széles üzemi hőmérséklet, hátrány, felügyeleti elektronika kell, magas ár. Ugye most ugye ezzel gond volt, ugye, hogy az akkumulátoroknak az anyagaihoz, meg főleg a motoroknak az anyagaihoz, ugye, hogy a veszélyes országok, veszélyes helyről, meg Kína szorongatta a tökét a világpiacnak, hogy nem adok a ritka földfémekből, és hosszú távlati használati tapasztalatok nem állnak rendelkezésre, tehát 20 évnél hosszabb a Lionnal kapcsolatban, hogy meddig lesz tartós, hát ezt írták ezbe a cikkbe. Szólhatok? Igen. Valóság. Ez az élettartama. A metál hibridekre meg ilyen 6-8 szoktak ér. Egyébként a villanyautóknál ezért rejtett költség lesz, hogy ott is olvastam, hogy hát 1000 ciklusos. Hát ugye az autó költségének a felét is kiteheti az akkumulátor. Most 1000 kisütés után új akkumulátort kell venni, tehát egy fél autó áráért? Hát. Ezen azért majd gondolkodnak, mert hát ugye ez a jövő, és ami a jövő, az fejleszti. Mint annak idején, ugye, amikor elkezdték 30 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt fejleszteni a mobil adatátvitelt, akkor úgy csinálták, hogy a egy szem beszéd csatornát használtak beszédre, viszont az internethez többet összekapcsoltak, és akkor kijöttek a 36 kilobájt, 56 kilobájt per szekundumokkal. Most meg hol tartunk? Majd az 5G már nem is tudjuk, hogy mennyi van. Ja. Amire van szükség, azt fejlesztik. Mondták az Oxiktál is, hogy majd jön a Tesla, aztán most, amint kilódnak szilárd test akkumulátor, hogy mondják, hogy így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó, ő meg ugyanúgy, mint a rakétáit, ez a átépít, felrobbant, átépít, felrobbant, átépít, felrobbant, összejött. Akit nagyon érdekel, a Tesla, van egy Sikervitamin nevű YouTube csatornán, és a Svember a Battery Day-ről, a Tesla Battery Day-ről csinált egy összefoglalót, hogy azt mondta az Elon Musk, hogy nem kell teljesen új technológiát belevinni a dolgokba, hanem nézzük meg, hogy a réginek mennyi tartaléka van, és akkor ilyen 3-4 részből 4-5%-okat hoztak, és akkor így jött, hogy akkor lehetett 30%-kal a régi technológia megújításával is növelni, míg az új technológia az ugye hatalmas beruházási megfejlesztési költség kellett. Oké. Még egy pillanat. A töltéséről. Ugye mondják, hogy különleges algoritmust igényel a lítium-ion töltése. Régen ugye úgy működtek a tápegységek, hogy feszültséggenerátoros volt, és hogyha túlterhelték, akkor átment áramgenerátorosba. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én, adunk 10 voltot, 2 ampert, hogyha 2 ampernál többet fogyasztan, akkor lejjebb viszi a feszültséget. Na most ugyanezzel a szisztémával lehet tölteni a lítium-ionokat is, tehát egy régi tápegységgel lehet tölteni. Egy többség hibája van a dolognak, a
régebbi akkumulátorokat, tehát a metálhidridet meg a nikkel-kadmiumot, azt lehetett ilyen pufferüzembe tölteni, ezeket nem lehet. Tehát, hogyha feltöltődött, akkor le kell kapcsolni. Meg van határozva, hogy már nem emlékszek rá, hogyha az áram 10 vagy 15 vagy 20%-ra lecsökken, amit felvesz. Igen, mert már, igen, tehát ahogy az előbb mondtad... Akkor le kell kapcsolni. Várjál, akkor ez hadd segíts, hogy jól értelmezem. Tehát azt mondtad, hogy ugye feszültségtöltésről áramtöltésre megy át, vagyis nem, fordítva, áramgenerátorról feszültséggenerátorra megy át. Elmagyarázom még egyszerűbben. Amikor vegyük ezt a 10 volt 2 amper példát. Hogyha le van merülve az akkumulátor, akkor többet venne fel, mint 2 amper. Igen, szívnál magába az elektronokat. Megkorlátozzák 2 amperre az áramot, és elkezd szépen fölfele menni a kapocsfeszültség. Na most, mikor a kapocsfeszültség eléri a végfeszültséget, akkor elkezd ez a korlátozott 2 amperes áram csökkenni. És mikor eléri a 2 ampernak a hány százalékát, 20-at mondtál, hogyha 20-nál 400 milliamper, hogyha 400 milliamper alá csökken a töltőárama, akkor le kell kapcsolni az akkumulátort. Mert ami bejut, az már robbantaná. Robbantaná. Nem tudom, mi van a háttérben, de ez a hivatalos álláspont, hogy azt mindenképpen le kell kapcsolni. Jó. Itt írja egyébként ez a kép, amit néztek, a 117-es, hogy ugye te tényleg másféle tokozást kapott a Lion, hogy hengeres forma, de magas, minden paraméterben szélesebb, magasabb lett, és hogy vigyázni kell, mert használják gombelemekbe is, tehát szögletes és gombelem előállítása is van. Régen is, amit raktak a PC-kbe, ugye az 3 voltos, az lítiumos volt. Rajta is volt, rá is volt írva tényleg. Így van. Csak valahogy más anyagból lehetett a többi része, mert ugye az csak 3 voltos volt, nem 3,1. Tehát ő elem volt, nem akkumulátor. Zacskó, cellák, bármilyen alakban lehet... Zacskó, cellák, olyan szinte bármilyen méretű téglap alakú helyre el lehet őket helyezni. Igen. Na, és akkor itt vannak ezek a Lionos autós akkumulátorációs Tesla szabadalmak. Itt a 122 dia környéke. És akkor lényegében itt most lesz egy olyan rész, amit csak megmutatok, hogy a Lionnak volt egy csomó altestvére, tehát lítium-kobalt, lítium-mangánoxid, lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid, tehát hogy kísérletezik az emberiség, hogy melyikkel mit lehet kihozni, meg melyiket lehet éppen beszerezni, ugye, mert a kobalt az például ugye ott pont az afrikai pucsistáknak. Tehát ugye a Kongó, tehát ugye nehéz a beszerezhetősége, meg hát ugye gyerekek halnak meg sorra érte, ugye, hogy ezt kibányásszák, ugye a napi $1 a mérgező helyeken. És akkor ugye mennyiféle lítium foszfáttal is például 12,8 volt, 4 cella és alkalmas a savas akkumulátor helyettesítésére, LiFe foszfát 4 oxigénnel. Tehát Lion akkumulátorok ugye kocsikban, hogy milyen tokozást kapnak, hogy régen volt csak ilyen szögletes, aztán most már inkább a kerekebbre mennek át. És akkor így utána, na most ugye ritka földfém, van egy ritka földfémes összefoglaló, még eleve úgy kezdi, hogy neodímium, itt a 135-6 környéke a diáknak, hogy mi az, hogy ritka földfém, érdemes lesz majd megnézni. És akkor ugye eddig a villanyautók leginkább a neodímiumtól függtek, a szupererős mágnesek formájába. Ugye jól értjük, ez azért kellett, mert ugye elektromos árammal kellett meghajtani, ugye a szupererős mágnesek kellettek bele a tengelyeket, igaz? Akkor most jön az energiasűrűséges témánk, amit a múltkor felvetettünk Attilával. Hogy ugye itt még mindig gyenge az energiasűrűség az akkumulátorok kapcsán.
és hogy most ezen próbálnak változtatni, ezt kell elmagyarázzuk a gyerekeknek. Jó? Lajos, olyan jól mondtad, akkor már, hogy Attila, átveszed a szót? Energiasűrűség téma. Mert... Igazából perceim maradtak csak vissza, mert most már lassacskán mennünk kell. Igen. Én azt gondolom, hogy én egy-két dolgot elmondok, aztán utána én kis kell, hogy lépjük. Jó. Akkor elbúcsúzunk most szóban tőled, és akkor utána mi még egy picit folytatjuk, azt megnézed a végét. Meg annyit, hogy ugye az elektromos autóknál nagyon sok komponens van, az akkumulátor szinte az egyik legfontosabb. Egyébként azért a maguk a motorok is nagyon sokat fejlődtek, tehát most gondolok itt a hatékonyságra is, tehát hogy nem terhelik annyira már az akkumulátorokat, és ugyanannyi egységnyi energiában már jobban tudnak működni. Nagyon sokat fejlődtek ezek is. Az akkumulátort vezérlő elektronika is a villamos villanytani szempontból is sokat fejlődött, meg nyilván ezek a szoftverek, algoritmusok is rengeteget fejlődtek. De tulajdonképpen azt is látni kell, hogy elválik a tudomány és az ipar. Ugyanis tulajdonképpen a legyártott elektromos autók nem a tudomány legújabb állását képviselik. Nagyon jók ezek az új villanyautók, de nem a tudomány legújabb állását képviselik, hiszen gondoljunk bele, hogy mennyi részből áll egy autó. És mondjuk abból egy vezérlő mikroprocesszor. És most mondok egy olyat, ami például a Mars járónál is alkalmaznak, az a RAD 750-es. Amire azt mondja, iparilag gyártásnál mindent ellenőriznek, minden részét, hogy szuper jól legyen, az 30 millió forint. És akkor még csak egy mikroprocesszorról beszélünk, és akkor már egy Tesla áránál járunk, ugye? És akkor még nem volt se marketing, se disztribúció, se semmi. Tehát nem lehet mindent a tudomány legfrissebb állása szerint. Ja, persze. Mert akkor olyan autót kapunk a végén, amit nem tud még venni senki, ugye? És még akkor is, hogy benne lenne ezekben ez a mikroprocesszor, például ez a RAD 750-es, hát például a Mars járó járt úgy, ugye beleraktak kettőt. Biztos ebből a szuper letesztelt, ultradrága processzorban, és kezdetben az történt, hogy már az indításkor, amikor ugye leérkezett a Mars szonda, elindították a Mars járót, és kiderült, hogy nem tudott rendesen bevutolni az E-processzorral, mert a memóriában az utazás során adathibák keletkeztek, át kellett kapcsolni a B-processzorra. A B-processzorra, amely jól működött, és a B-processzoron keresztül izolálták a memória hibákat az A-processzoron, azokat kiixelték, hogy oda nem szabad írni meg olvasni, ez egy picit lecsökkent a memória hibája, vagy a szabad memória terület, az A-n, és amikor a B meghibásodott, visszakapcsoltak az A-ra, már kisebb memória volt, de jól működött, és utána elkezdték a B-n is kiizolálni, hogy melyik részekben vannak a hibák, és így kapcsolgatva egyébként meg tudták növelni az egésznek az élettartamát, de ott is egyre inkább romlott, és a végén már ugye... Ez melyik Mars járó volt? Ez melyik Mars járó volt? Hát általában, ha jól emlékszem, a Curiosity volt, és azt hiszem, hogy RAD 750 volt benne, meg VxWorks és operációs rendszer talán. Lehet, hogy nem teljesen pontos, de a lényeg ez, hogy... Kétfejű sárkány. Oké, alkalmaznak a 30 milliós processzort, oké, kettőt raktak bele, oké, algoritmus, hogy kapcsolgat, meg minden, és még így is egy idő után az a sugárzási szint, meg azok a mostak körülmények, amik Marson voltak, szétszették ezt a szegény masinát, úgyhogy még azért a tudománynak is sokat kell fejlődnie, de az iparnál viszik az iparot, meg azt kell, hogy minél olcsóbban lehessen létrehozni ezeket a járműveket, de még eladható legyen, tehát hogy a biztonság kritériumokat teljesítse, hogy új feature-ök, új funkciót legyenek beleépítve, úgyhogy ez mindig ott egy ilyen trade-off az iparnál, hogy gyorsan, olcsón, jót. A tudománynál meg, hogy nem számít a pénz, csak szuper, tökéletes legyen. Csak ennyi, nekem ne haragudjatok. Egy
ez lesz a végszó, el is búcsúzunk akkor mi is, és a jövőt meghagyjuk legközelebbre, jövő hétre. Köszönjük szépen, Attila, hogy itt voltál velünk. És Lajosnak is, Bakai Lajosnak is. Örülök, hogy hallhattalak benneteket. És akkor jövő héten akkor megtárgyuk a jövőt, mert a jelenig eljutottunk. Legjobbakat a videót felrakom, elérhetővé teszem. Üdvözlök mindenkit, a fiatalokat is még azért köszönjenek el, hadd kerüljenek bele a képbe, hogy azért itt voltak. És aztán... hello, hello. És akkor fölteszem a videót, és a jövővel majd folytatjuk. Szia, Melissa. Viszlát mindenkinek, és akkor a többieknek meg kiadjuk akkor a videót majd. Az étény nem ért rá többen, ugye Dávid, Bakos Dávid se. Sziasztok!